Forgalmi változás lépett érvénybe a Betlen lakótelepen. A polgármesteri hivatal értesíti a járművezetőket, hogy május 13-ától a Gyepes bejárat és a Betlen Gábor utca találkozásánál forgalmi változást vezettek be. A bejárattól kifordulónak tilos lesz a balra kanyarodás, Kötelező módon jobbra kell fordulnia, és aki a városközpont irányába szeretne közlekedni, az a bevásárlóközpont előtti körforgalomban fordulhat meg. Az új forgalmi rendre figyelmeztető táblát a reggeli órákban helyezték ki. Várják a jelentkezőket a legendás színjátszó fesztiválra. Az udvarhelyi fiatal fórum és a székelyföldi legendárium közös szervezésében június 13-án kerül sor az Amatőr Színjátszó Fesztiválra. A rendezvény célja bemutatkozási lehetőséget biztosítani amatőr színjátszó csapatoknak, illetve olyan osztályközösségeknek, akik szívesen töltik szabadidejüket színjátszással, játékkal, népmesék, legendák feldolgozásával. Olyan diákcsoportok, osztályközösségek jelentkezését várják, akik büszkén mutatnák be színdarab formájában a szülőföldjükhöz kapcsolódó történetet. A fesztiválon szereplő legügyesebb csapatok értékes nyerményekkel térhetnek haza, a szervezők kérik a csapatokat, hogy jelezzék részvételi szándékukat az Udvarhelyi Fiatal Fórum székhelyén vagy elérhetőségein, mellékelve a kitöltött jelentkezési lapot legkésőbb június 1-ig. Az Udvarhelyi Fiatal Fórum irodája székelyudvarhelyen udvarhelyen, és utca 20 szám alatt található. Telefonszáma 0266-213-371, e-mail címe ufkukacuf.ro. Hétvégén újra megnyílik a Parajdi Lepkeház. Május 16-án nyit a Parajdi Lepkeház, ahol a korábbi években jól bevált lepkefajokon kívül idén újfajokat mutatnak be. A tavalyi évben a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a trópusi országokban váratlanul bekövetkezett természeti katasztrófák miatt számos lepkefarm egy elég nehéz kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött. E befolyásoló tényezők miatt nem sikerült sok más lepkeházhoz hasonlóan, a parajdi lepkeháznál sem Atlas lepkebábot beszerezni, tájékoztatott Kién Barna, a működtető Vulticulus Geo Kft. vezetője. Bíznak benne, hogy az idei évben szerencsősebben alakul a lepkefarmok helyzete, és pótolhatják a tavalyi év mulasztását. Újra gondolták a belső repteret, és elsősorban gyerekeknek szóló oktató jellegű interaktív játékokat helyeztek el, melyek által a látogatók elsősorban a lepkék szerveinek világáról szerezhetnek kiegészítő információkat. A belépőjegyek ára nem változtak a tavalyi évekhez képest, a Paradi Lepkeház hétfőtől vasárnapig minden nap reggel 9 órától este 19 óráig tart nyitva. A csoportos bejelentkezéseket a 0740 557 264-es telefonszámon várják.